kordiális üdvözlet. Itt vagyok Prágában, kikapcsolódós, nyaralós, nem tudom milyen pár napra. Eddig tényleg csak turistáskodtam, azért vittem a gépet és lőttem már pár képet, viszont ma lesz az a nap, amikor elmegyek tényleg fotózni, és velem tartattok egy ilyen povos POV-s fotózáson, meg városnézésen, járkáláson, úgyhogy dőljetek hátra, érezzétek jól magatokat, és kezdünk. Itt vagyunk Prágában, az egyik hídon, és itt van egy ilyen gátszerűség, amit le akarok fotózni. Nem tudom, hogy látjátok-e, de ugyebár jó sok vízfodrozódás van, úgyhogy felcsaptam az ND szűrőt, ami hát egy kicsit poros, mindegy, F16 és félszekes záridővel. Sajnos nem elég az ND szűrőm az egyszekes záridőhöz, úgyhogy igazából muszáj vagyok félszekkel dolgozni. Eléggé süt a nap, úgyhogy az LCD-met sem látom rendesen, kompozíció ügyileg, de benn van a stabilizátor, állványom sincs, úgyhogy itt a hidat használom arra, hogy alátámasszak a dolgoknak, beállítom a kis fókuszomat. Talán így a jobb a kompozíció. És veszek egy nagy levegőt. És felúg még egyet. Beállunk megint félszekre. F16. Nem is biztos, tehát hogy F11 az elég. Nem EVF-ből, hanem az LCD-ről manuális obival fotózni és fókuszt állítani. Hát ez egy elég nagy challenge. Majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a képek. Thank you.
Prágában ezeket a belső kihasznált részeket. Ilyen Pesten nem nagyon van. Thank you.